A legutóbbi részben ugye ott fejeztük be, hogy megcsináltuk a receivert, és éppen nekiálltunk csinálni a platformot hozzá, mert ugye ezt magasan kell elhelyezni. Csak hát közben kifogytunk a nyersanyagból, mert a plank az gyakorlatilag folyamatosan kifogy, mert mindent azzal fűtünk, kivéve most már a vizet. Ennek a megoldására készült, hát egyelőre még csak 3 collection-et, de ebből ugye sokkal több kell majd a jövőben, mert ez édes kevés ahhoz, hogy konkrétan passzívan ellásson minket nyersanyaggal. Szóval az a terv, hogy ezt a részt itt meghosszabbítjuk, kiszélesítjük, és végrakjuk azt a felületet végül is collection-etekkel. Jó, jön, én ezt rád bízom, én addig próbálkozok csinálni ezt a cuccot, hogy... A vasunk is nagyon kevés van, hogy látom. Szóval lehet, hogy arra a szigetre érdemes lenne elmenni, ami itt van. Beletört a sirályba, ez szar. Jó, van itt még metál. Annyira nem szar ez a sziget metál szempontjából legalább. Jó, legalább metál legyen, meg copper, ez kész. Egy egész jó kis szigetet tudtunk egyébként kifogni, legalábbis a víz alól tekintve. Mert összegyűjtöttem 8 darab vason. I'm ready to go. Na jó, most már vajon tudok-e létrát csinálni annyi, amennyi elég? Ha valami kell, akkor szóljál, lehet van nálam. Jó, megvan. Na. Hát igen. Sajnos ez így elég hülyen fog kinézni. Nem baj. Az a lényeg, hogy funkcionális. Most le fog lógni, de majd megcsináljuk. És így úgy fogjuk csinálni, hogy így egy blokk vagy két blokk magas, és akkor egy platform ide, meg egy platform oda. És kész. Szóval ilyen olcsón. Mert rohadtul nagyon nem jó, hogy minden egyes dologhoz plank kell. Na, megvan az első üzés irányunk. Jó, akkor 2 antenna, és akkor még oda egy harmadikat csinálunk. Van nálad egy scrap. Ó, ez mi a szar? Ja, bálna. Nincs kedve megenni a cápát. Egy életre. Mi lenne? Mondjuk éhen is döglenünk. Fő kaja forrás. Aha. Turn on. Oké. Na, és akkor megvan végre a receiver. 1500 méterre vagyunk, ugye, és ez a gondolom a folyás irányba van, tehát ugye csak arra kell mennünk gyakorlatilag, amerre fúj a szél, ha jól tudom. Arra van az első állomásunk. De viszont itt előtte volt egy zöld pötty, igaz? Hát ez a sziget, igen. De én ide nem akarok menni, mert ott repked a hülye madár fölötte, én meg azzal nem szeretnék találkozni. Basszus. Lehet, hogy tele lenne nyersanyaggal ez a sziget, de őszintén megmondva én inkább ezt kihagynám. Egyszerűen biztos, hogy meghalunk, mert nem vagyunk felkészülve, én igen, és láttam azt a hülye madarat ott repkedni. És az a madár az gyakorlatilag azt csinálja, hogy felmegy a sziget tetejére, fog egy nagy, rohadt nagy sziklát, és így rád dobja, és te meg így meghalsz. Igazából kéne egy projekt, amire ráállunk. Csináljunk még szerintem égetőt, mert az jól jön. Égetőt? Biztos az kell nekünk? Hát mi kellene akkor? Horgászás. Ez jó, mert ez nem kell izé plank a metál izéhez. Fishing rodot. Szóval azt fogjuk csinálni. 3 darab scrap kéne, amit letettem meg rope, jó? Az semmi. Hát egyikünk horgászik, az szedi a kaját, a másik meg lootol. Hát jó. Ezért a nyersanyag is jöjjön, mert oké, hogy van collection-netünk, de hát az édes kevés. Jó. És János átváltott horgászó módba. Jó, akkor egy csomó szerzi kaját. Nekünk a kaját, nagyon jó. Jó, amúgy végülis nem is a kaja volt a legnagyobb baj, mert hát cápa az végülis egész jó kaja forrás, csak így nem kell vele akkor küzdeni. Jó. Meg így azért jobban fel tudunk stócolni. Meg majd a trading outpostnál lehet. Ha, nice. Márkó megfogta a madarat. Hát meg is. Mit képzel magáról? Forog is a gyomrom. Elég eredményes ez a horgászás téma egyébként. Catfish, meg ilyenek. Na. Mennyi olyan van Tinderen? Ott egy kis sziget. Kicsit tudsz fele navigálni esetleg? Menjünk oda. Ó, te aranyos. Miért? Van egy kacsánk. Ez az. No, a díszgumikacsa. Eléggé harci gumikacsának tűnik egyébként. Örülj neki. Majd ő megvéd. Valami szedi. De miért mindig ugyanezt? Az meg, van egy csomó szélső, miért kell mindig ugyanezt kiszedni, te nyomorék?
Ja, hogy mennyire hallatszik rajtunk, hogy Bloody Traplandot vettünk fel ezzel a videó előtt. Igen. Meg is jó, állítottam. Akkor. Megyünk. Kinyírjuk ezt a szemétládát. Segítek. Oké. Okay. Hogy halásztak adni? Let's go. Csinálod egyedül? Hát, ahogy akarod, nekem mindegy. Jó, csináld. Már rutinos vagy. Vagy nem. Jó van már. Most egyszer elbasztam. Bazd meg, a múltkor folyamatosan sikerült, egymás után egyszer se baszott meg. Mi a fasz? Ez már valami buzi cápa. Istenem. Húha, de meg fog döglani amúgy. Nehogy meg, gyere ki. Mit csinálom itt? Ó, milyen mélyre lemegy ez a rohadt vödör. Ó, az a maximális mélység. Na, ő béna. Jó, már most egyszer megbaszott. Na, officially felhoztuk magunkat kajából, úgyhogy nem kell vele több napig is foglalkozni. Egyébként elnézés, hogy nekem itt jobb oldalt állandóan megjelenik ilyen... ilyen cucc, ami kiírja az FPS meg ilyeneket, de véletlenül mindig megnyomom, mert az inventory melletti gombom van. Ezt el fogom onnan rakni. Mi a fasz, bazd meg, hát eddig... Jó, hát akkor igazából nincs más hátra, csak annyi, hogy menjünk végre oda a Radio Towerhez. Jaj, yeah. Felfedezzük. Még nem lehet látni, de már nagyon a határom van, hogy így lássuk. Így van, azért szóval... itt a távolságok nem annyira durvák. Igen. Szóval, ami már ilyen pár száz méteren belül van, az már ugye látszik, és azért az a pár száz méter nem annyira sok, mint amennyire gondoljuk azért, úgyhogy gyakorlatilag nincs semmi a láthatáron, de azért egyszer feltűnik. Nézd meg a kajás chestet. Dolgoztam vele sokat. Nice. Really nice. Jaj. Persze. Rohadjál meg. Legalább a másikat. Egyből leátkozzuk. Nem csak és ott van a Radio Tower, nálam lehet látni a kép sarkában. Hogy bizony kezd kirajzolódni a messzeségben. És pontosan felé megyünk. Csinálok kötelet ebből sok szarból. És itt érdekes sztori elemeket fogunk találni, ha minden igaz. Igen, mert egyébként a játék sztorira alapul. Igen, így van, tehát itt útközben, ahogy így felfedezzük ezeket a sztori helyeket, sztori épületeket, szigeteket, ja. Egyéb dolgokat, itt ezek gyakorlatilag itt tudunk találni ilyen információkat arra, hogy végülis mi történt, meg ja. Hol miért van minden víz alatt? Igen, miért van minden víz alatt, és hol van mindenki. És akkor... bedobod úgy, és be. Na neki, dír. Hát valami bug miatt itt ragadunk a vízletre. Jó. Hát akkor... megküzdjünk előbb a cápával. Dry brick. Én kajaforrásként tekintek rá, nem veszélyforrásként. Egyébként igen. Jó, akkor én addig megyek is, hogy ne vesztegessük az időt. Hát, scrap. Az mondjuk nem rossz, csak úgy, várjál közben én itt. Good stuff. Ajaj. Hiba volt így vehemenciába bejönni az épületbe, jó. Hát az alsó szinten szerintem már nincs is úgy semmi. Krétek vannak, amik azért nem rosszak, mert ezek is igazából lootot tartalmaznak. Itt egy briefcase, na és akkor mondják. És ugye van egy T betű, ugye? Igen, és itt vannak ugye ezek a felfedezések, vagy ilyen... hát ilyen papírok, amiket találtunk. Jó, utólag lefordítjuk, és akkor látjátok a képernyőn kiírva, hogy mit csinálnak. Igazából sztori elemek, annyira nem fordítunk rá nagy energiát, mert nagyjából tudjuk már mi van, úgyhogy... Igen. Akit érdekel a sztori, az hallgassa végig ezt a pár másodperces összegzőt, mert itt mindent elmagyarázok röviden. Szóval a lényeg, hogy december 12-én itt ezen a helyen Kuko, Ol és Sparrow megállnak egy nagy hajózásból az éjszakára, és igazából ennél a rádiótoronynál találtak szállást. És felfedezték, hogy a rádió még mindig jelet sugároz. Két hetet számolnak, hogy annyi idő lesz, amíg elérik a hajóval Celine-t, viszont a rádión a Celine-i csapat nem válaszol. Nagyon remélik, hogy nem ők az emberiség utolsó reményei. Hetek teltek el, és már januárt írtak, amikor Sparrow elvitte a hajót, viszont ők sem tudják, miért tette. Kiutat akarnak keresni ebből az egész helyzetből, viszont nem tudnak eljutni Celine-be. Februárt írunk, amikor elég sok jelet sikerült fogniuk.
Szelinnél van egy reaktor, amit az egyetlen esélyüknek tartanak a túléléshez és az óceánnal szemben. Remélik, hogy Sparrow jó okkal vitte el a hajót és nem árult el őket, és azt is remélik, hogy sikerül neki befejezni a reaktort, és visszajön értük hajóval. Jó, és igazából a sztorin kívül ugye itt a loot, ami nagyon jó. Igen, ez ilyen sztori kezdő sziget, meg lootolós. Így van. Blueprint, headlight. Ó, oh, ja igen, igen, tényleg, ezt még el is felejtettük, hogy igazából nem csak a lootok, hanem például ilyen helyeken lehet találni ilyen blueprinteket, amik gyakorlatilag, hát ilyen tervrajz, és ilyen érdekes dolgokat lehet belőle craftolni, amiket önmagadtól nem tudsz craftolni, csak így, hogyha ezeket megszerzed. Fő attrakció, vagy hogy mondjam, fő cél, amit itt meg kell találnunk, az gyakorlatilag a következő sziget koordinátája, vagy következő állomás koordinátája, amit ugye majd a receiverbe be tudunk ütni, és ez gyakorlatilag az, ami elvezet minket a következő ilyen civilizált helyre. Közben, ha nem cseszném el az ugrást, akkor így van, itt vagyok. Még scrap. Ha jól tudom, itt fönt lesz egy emberke. És itt van, szia, Tala. Ja, és playable karakter, tehát kinézetét fel tudjuk venni, I guess. Aha, főmenüben volt rá option. Igen, itt egy crate, és itt van egy recycler. Blueprint, ugye? Nice. Na most a recycler az volt, hogy a mindenféle ilyen szarságot bele tudunk rakni, és abból lesz a trash cube. Igen. És a trash cube-ból mit tudunk csinálni? Trading postba. Trading outpostba. Yeah. Most már tudunk ilyet csinálni. Illetve note, és itt a fő lényeg. Van egy nótunk, a T betűnél megnézzük. Itt a következő a Vasagatan. A 6024-es koordinátánál. Úgyhogy, srácok, a következő részben innen folytatjuk, hogy elindulunk és megnézzük a Vasagatant. Igen. Hát ott is lesznek ám érdekes dolgok. És most mondja újra a szöveget. Szóval, srácok, hogyha tetszett, akkor kérlek dobjatok egy lájkot. És legközelebb innen folytatjuk. Sziasztok! Sziasztok!